Shift-et fogom nyomva tartani, és akkor egy kör alakú kijelölésem lesz, és utána kicsit rámozdítom. Lehet látni, hogy 800-szoros nagyításban, hogy bizony megjelentek a pixelek. Az Alt-ot nyomva tartom, akkor biztos, hogy mozgató üzemmódban vagyok. Hát mondjuk így. Így. És váltsunk át a rétegekre. A rétegekre azért váltottunk át, mert ez lesz a szeme az öcsém emberkének. Ezt mindenféleképpen rá kell mozgatnunk a répára. Talán túl nagy ez a nagyítás, úgyhogy vegyük vissza egy kicsit, mondjuk 550-szeresre. Igen, ez már így jó lesz. Mindenféleképpen kell nekünk itt egy olyan réteg, ami, hogyha ezt elmozgatom, akkor ne csak a kijelölés jönjön arrébb, hanem a tartalma is. Ugye ez így nagyon nem jó nekem. Ctrl-Y-Redo, visszatolom, hanem a tartalma is, a kijelölés tartalma, tehát az áfonya maga az is kerüljön át a répára. Jó, ehhez tehát lebegő kijelölésé kell alakítani a kijelölést. A kijelölés menüből ezt könnyen megteltem, azonnal megjelenik itt a rétegek között ez a lebegő kijelölés, vagyis egy lebegő réteg, és így mozgatva már gyakorlatilag kivágom az áfonyát, és rá tudom tenni a répa közepére. Ezzel gyakorlatilag elértem azt, hogy elkészült egy szem. Jelen pillanatban két rétegünk van, a lebegő kijelölésünk az áfonyával és a háttér. Shift-et fogom nyomva tartani, és akkor egy kör alakú kijelölésem lesz, és utána kicsit rámozdítom. Lehet látni, hogy 800-szoros nagyításban, hogy bizony megjelentek a pixelek. Az Alt-ot nyomva tartom, akkor biztos, hogy mozgató üzemmódban vagyok. Hát mondjuk így. Így. És váltsunk át a rétegekre. A rétegekre azért váltottunk át, mert ez lesz a szeme az öcsém emberkének. Ezt mindenféleképpen rá kell mozgatnunk a répára. Talán túl nagy ez a nagyítás, úgyhogy vegyük vissza egy kicsit, mondjuk 550-szeresre. Igen, ez már így jó lesz. Mindenféleképpen kell nekünk itt egy olyan réteg, ami, hogyha ezt elmozgatom, akkor ne csak a kijelölés jönjön arrébb, hanem a tartalma is. Ugye ez így nagyon nem jó nekem. Ctrl-Y-Redo, visszatolom, hanem a tartalma is, a kijelölés tartalma, tehát az áfonya maga az is kerüljön át a répára. Jó, ehhez tehát lebegő kijelölésé kell alakítani a kijelölést. A kijelölés menüből ezt könnyen megteltem, azonnal megjelenik itt a rétegek között ez a lebegő kijelölés, vagyis egy lebegő réteg, és így mozgatva már gyakorlatilag kivágom az áfonyát, és rá tudom tenni a répa közepére. Ezzel gyakorlatilag elértem azt, hogy elkészült egy szem. Jelen pillanatban két rétegünk van, a lebegő kijelölésünk az áfonyával és a háttér. Shift-et fogom nyomva tartani, és akkor egy kör alakú kijelölésem lesz, és utána kicsit rámozdítom. Lehet látni, hogy 800-szoros nagyításban, hogy bizony megjelentek a pixelek. Az Alt-ot nyomva tartom, akkor biztos, hogy mozgató üzemmódban vagyok. Hát mondjuk így. Így. És váltsunk át a rétegekre. A rétegekre azért váltottunk át, mert ez lesz a szeme az öcsém emberkének. Ezt mindenféleképpen rá kell mozgatnunk a répára. Talán túl nagy ez a nagyítás, úgyhogy vegyük vissza egy kicsit, mondjuk 550-szeresre. Igen, ez már így jó lesz. Mindenféleképpen kell nekünk itt egy
olyan réteg, ami, hogyha ezt elmozgatom, akkor ne csak a kijelölés jönjön arrébb, hanem a tartalma is. Ugye ez így nagyon nem jó nekem. Ctrl Y redo, visszatolom, hanem a tartalma is, a kijelölés tartalma, tehát az áfonya maga az is kerüljön át a répára. Jó, ehhez tehát lebegő kijelöléssé kell alakítani a kijelölést. A kijelölés menüből ezt könnyen megtehetem, azonnal megjelenik itt a rétegek között ez a lebegő kijelölés, vagyis egy lebegő réteg, és így mozgatva már gyakorlatilag kivágom az áfonyát, és rá tudom tenni a répa közepére. Ezzel gyakorlatilag elértem azt, hogy elkészült egy szem. Jelen pillanatban két rétegünk van, a lebegő kijelölésünk az áfonyával és a háttér. Shift-et fogom nyomva tartani, és akkor egy kör alakú kijelölésem lesz, és utána kicsit rámozdítom. Lehet látni, hogy 800-szoros nagyításban bizony megjelentek a pixelek. Az Alt-ot nyomva tartom, akkor biztos, hogy mozgató üzemmódban vagyok. Hát mondjuk így. Így. És váltsunk át a rétegekre. A rétegekre azért váltottunk át, mert ez lesz a szeme az öcsém emberkének. Ezt mindenféleképpen rá kell mozgatni.